A 2023-as költségvetés forrásait azokra a célokra fordítjuk, amelyek a magyar emberek számára a legfontosabbak. A családok támogatására, a nyugdíjak védelmére, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzésére, az ország biztonságának megerősítésére, a munkahelyek megóvására és az újak létrejöttének a támogatására, és nem utolsó sorban arra, hogy biztonságos növekedési pályán tartsuk a gazdaságot. Tehát megkívánjuk védeni az eredményeinket, tartalékot képzünk, segítünk ebben a családoknak és a vállalkozásoknak abban is, hogy folytassák a megkezdett beruházásaikat, és csökkenteni kívánjuk a kockázatokat. A 2023-as büdzsé mindezeknek megfelelően a rezsicsökkentés és a honvédelem költségvetése.